Gabriel. Nehéz volt, milyen érzések vannak, hogy benne föl lehet-e fogni ilyen mindig alatt? Meg a teszed a kilóban? Nem tudok most tenni, mert nem örök neki. Nehéz volt mindig mérkőzésem, mert nem az, hogy teher volt rajtam, magamnak kitűztem egy célt. Igazából, ha nem sikerült volna, akkor valószínűleg ez lett volna az utolsó versenyem. Nagyon örülök, hogy sikerült. Mi volt az, ami a negyeddöntőben átvillant a fejedben? Nem tudom, volt-e egyáltalán lehetőséget, hogy bármi is átvillanjon, hiszen majdnem megtusoltak téged, majdnem vége lett ott az egész napnak. Igen, ott én hibáztam egy elég nagyot, és hát azt futott át az agyam, hogy hát nem szabad, hogy így legyen vége ennek az egész pályafutásomnak, hogy egy túlsvereséggel, és valahogy sikerült átvinnem az ellenfelet, még régen a Mr. Tour Sport, és kb. Ezeket gyakoroltuk 20 évvel ezelőtt, és hozzá tudtam nyúlni, és utána már lehoztam a mérkőzést. És nem így van vége, mert ott lesz az olimpián. Milyen erőben érezted magad a fogyás után? Hogyan láttad? Abszolút nem láttad, főleg az elején abszolút nem láttad, hogy ez neked mondott elő. Viszonylag jól sikerült a fogyásom. 71-72 kilón edzettem már az elmúlt két hónapban, és onnan kellett leereszkednem, és szerencsére megmaradt az erőm. Erőfölényben voltam a többiekkel szemben, és örülök, hogy itt a szimacsarnokból VB címet tudtam nyerni, itt is került kijutni az olimpiára is. Igen, könnyen lehet, hogy ez a kedvenc csarnokod majd. Mekkora energiák szabadulnak föl benned egy ilyen esemény, egy ilyen siker után? Láthattuk, hogy több vetélytársad, illetve több honfitársunk is kicsit a nagy nyomás alatt összeroppant. Nem tudták feldolgozni azt, hogy itt döntőbe kell kerülni ahhoz, hogy fotót szerezzenek, de neked sikerült. Megelőzően nagyon sok konzultációnk volt pszichológusunkkal, és nagyon sokat segített abban, hogy tudjuk ezeket a nehéz dolgokat kizárni, és csak a mérkőzésre koncentrálni. Többé-kevésbé sikerült azért, és hát sajnálom a többieket, nem bízom még Varga Ádámba, és bízom benne, hogy a világkvalifikáción ezt megoldja. Egy utolsó kérdés, most még messzinek tűnik a jó, de nincsen annyira messze. Milyen célokkal fogsz ott messze nyegyedni? Mint itt, hogy a 100%-ot nyújtsam. Bízom benne, sikerülni fog. Köszönöm és gratulálok. Köszönöm.